Tánc, zene, kultúra és gasztronómia is várta a fürgedi falunapra kilátogatókat, vagy ahogy arrafelé mondják, a mi napunk résztvevőit. A szervezők főzőversenyt is tartottak, volt, aki birkát, más sertést választott. A programokon résztvevők közül sokan évről évre megfordulnak itt ilyenkor. Minden adott évben itt vagyunk. Főzünk itt minden, birkapörkőt, marapörkőt, akkor halász, nyúlpörkőt, minden van. A település szülötte Vasgereben, vagy ahogy a napvilágot meglátta, Radákovics József. Ő a kiegyezést követően, Jókai után az ország második legnépszerűbb hírlapírója volt. A fővárosban és Bécsben is aktív újságíró éppen 200 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Fürgeden. A jeles évfordulóra emlékezve ezúttal tárlatot mutattak be az alkotó életútjáról és munkásságáról. Fürgeden szokás, hogy ilyenkor és gyereknap alkalmával az önkormányzat étellel és itallal lát vendégül mindenkit, aki kilátogat a programokra. Idén sertéspörkölt és savanyúság, valamint üdítők várták a vendégeket. A kezdeményezésnek természetesen mindig hatalmas a sikere. Az igazság, hogy a többi településen ezt nem szokták, hogy ingyen adnak kaját, csak egy bizonyos rétegnek. Mi úgy döntöttünk, hogy gyereknapkor is mindenki ehet, falunapkor is, vagy minapunkkor is igen terni ehhez, mert ragaszkodunk ehhez a dologhoz, tehát anyagilag nem jelent sokkal több terhet, mint csak bizonyos réteget étkeztetnénk ilyenkor. A programokat Fürgeden este koncerttel zárták.